Csillag. hírek. A Rádió hírműsora. Közel egymilliárdos támogatás alumínium technológiák fejlesztésére elismerték a legjobb kutató hallgatókat a Miskolci Egyetemen. Hittérítő mormonokat raboltak ki Miskolcon. Köszöntöm Önöket! hogy Önök a Csillag.rádió híreit hallják. 2017. február 23-án csütörtökön 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Közel 1 milliárdos támogatás alumínium technológiák fejlesztésére, új alumínium ötvezetek és gyártás technológiák fejlesztésére kapott 978 és majdnem fél millió forint visszanem térítendő támogatást az Arconic Köfém Kft. A Miskolci Egyetem, a Széchenyi István Egyetem és a Dunaújvárosi Egyetem alkotta konzorcium, tájékoztatott a Zarkonik Köfém Kft. A közlemény szerint a három éves projekt a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programból, a GINOP-ból a Széchenyi 2020 keretében kapott támogatást. A fejlesztés célja az alumínium megoldások következő generációjának kifejlesztése. Az új hengerelt alumínium technológiákra elsősorban az autó- és gépiparban nyilhat kereslet. A konzorciumot az Arconic Köfém GRPBCI hengermű öntöde gyáregysége vezeti, amely az egyetemekkel együttműködve a felsőoktatás számára is hozzáférést biztosít a korszerű technológiákhoz áll a közleményben. Az Arconic Köfém Kft. árbevétele Három évvel ezelőtt, azaz 2014-ben 185 milliárd, 2015-ben pedig több mint 210 milliárd forint volt. A székesfehérvári üzem többségi tulajdona 1993-ban került a New Yorki székhelyű Arconic, korábban Alcoa fémipari koncernhez. A cég a Dunántúli megyeszékhelyen hozta létre globális szolgáltató központját is. Elismerték a legjobb kutatóhallgatókat az egyetemen, tanárokat és diákokat díjaztak a Tudományos Diákkör ünnepségén a Miskolci Egyetemen múlt csütörtökön. 17 konzulens, 49 első helyezett, és az esélyért, díj elismerésért versengő hallgatók részesültek kitüntetésben. A tudományos diákkör a TDK igazi hungarikum, itt nevelődnek önfejlesztéssel, társaikkal folytatott közös gondolkodással és szoros tanár-diák együttműködéssel a jövő talán legsikeresebb szakemberei tudósai. Vadászné Bognár Gabriella, a Miskolci Egyetem tudományos diákköri tanácsának elnöke szerint ez az önképzés egyik formája. Itt ismerik meg az alapjait a tudományos gondolkodásnak hangsúlyozta. A mozgalomban résztvevő tehetséges hallgatók és elkötelezett oktatóik kaptak elismerést a Miskolci Egyetemen megtartott tudományos diákköri ünnepségen a közelmúltban. Tormandrás rektor köszöntőjében elmondta, diákként ő maga is részese volt a megmérettetésnek. A 70-es években írta a TDK dolgozatot, így tisztában van vele, mekkora feladatot vállaltak magukra azok a hallgatók, akik jelentkeztek a tudományos mozgalom felhívására. Tavaly 257 dolgozat született, amelyek sikeréhez szükség volt a tanárokra is, emelte ki. A tehetséggondozás sok odafigyelést, energiát követel az oktatótól. Külön kell foglalkoznia a hallgatóval, motiválnia kell őt. A tanárok közül 17-en kaptak díjat az ünnepségem az Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa 2010-ben alapította meg az Esélyért díjat olyan hallgatók és témavezetői elismerésére, akik esélyegyenlőséggel kapcsolatos témában készítik dolgozatukat, vagy maguk is a fogyatékkal élőkhöz, illetve az etnikai alapon diszkrimináltakhoz tartoznak. Idén először két tanuló is megkapta ezt az elismerést. Berényi László egyetemi docens, a háromtagú bírálóbizottság egyik tagja elmondta: Több szempontot is alapul vesznek a díjazásnál, lényeges, hogy mennyire fontos kérdést, valós társadalmi problémát vizsgál a dolgozat írója. További szempont a szakmaiság, és az is fontos, hogy mennyire van készen a dolgozat, tehát hogy csak felvete egy kérdést, vagy azt meg is válaszolja, hangsúlyozta a docens. minősített könyvtár elismerést kapott a második Rákóczi Ferenc megyei és városi könyvtár. A minősített státusz folyamatos javítást, fejlesztést igényel azokon a területeken, ahol az olvasókkal találkoznak a szolgáltatások területén, mondta Prokai Margit igazgató. Most Prókai Margit igazgatót hallják. Nagyon sok mindent letettünk az asztalra, nem csak a városban, Miskolcon, hanem a megyében is. Mi látjuk el könyvtári szolgáltatásokkal az itt élőket. Ugye ez körülbelül összesen olyan 660 ezer embert jelent a teljes megyében, hiszen ez a mi törvényes feladatunk lett. Állami feladatként látjuk el a kis településeket, és hát Miskolc városában is a könyvtári szolgáltatások az összevonást követően egy intézménybe kerültek a megyei és városi könyvtárba. Az elmúlt három évben folyamatosan javultak a szakmai mutatószámaink. Országosan is nagyon jó eredményeket értünk el, például a könyvtárközi kölcsönzésben országosan a második legjobb eredményt értük el. Tehát minden szakmai területen azon vagyunk, hogy javítsunk a tevékenységünkön, hogy minél jobban szolgáljuk ki a használóinkat. Nagyon nagy felelősséggel is jár, hogy meg tudjuk tartani ezt a címet, és hát ez a következő öt évnek lesz a feladata, hogy ahol lehet még javítsunk, kicsit a stratégiai tervünkön is módosítunk, kidolgozunk egy cselekvési tervet, amelyben részletesen meghatározzuk azokat a feladatokat, amik a jobb működés irányába visznek bennünket. Hittérítő mormonokat raboltak ki Miskolcon, mert nem nyertek a lottón. Alaposan pórul két amerikai mormon hittérítő Miskolcon, írja a Zsaru magazinra hivatkozva a Lokál. Az amerikai állampolgárságú férfiak az utcán ismerkedtek meg El Christiannal és M. Verával, akik elpanaszolták, hogy nehéz anyagi körülmények között élnek, és milyen jó lenne, ha nyernének a lottó. A misszionárusok azt tanácsolták, imádkozzanak együtt, mondta a lapnak ifjú Andrásné a lezredes, a Miskolci rendőrkapitányság lopási alosztályvezetője. vezetője. A mormonok megbeszélték, hogy január 31-én elmennek El Christianékhoz, Ám ez a találkozás kínosan végződött, mivel Enverályék, egyik ismerőse, felelősségre vonta őket, mert még mindig nem nyertek. Ezután a mormonok távoztak, de egy telefonos bocsánatkérés után visszatértek. A lépcsőházban aztán El-Kristián elővette egy kést, az egyik mormon melkasához szegezte, és az elmaradt lottó nyeremény összegét 20 millió forintot követelt tőle a rémült misszionárus végül 7000 forintot adott nekik, ezután elengedték. A zsaruk nem sokkal később elfogták a párt, a bíróság pedig elrendelte mindkettejük előzetes letartóztatását. Köszönöm a figyelmet, önök a Csillagpont Rádió hírét hallották. Csillagpont hírek. A Csillagpont Rádió hírműsorát hallották. Készült a médiatanás támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.